Jó reggelt! Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Ezen a héten a boldog mondásokkal foglalkoztunk. Hét elején megnéztük az elsőt, amely így hangzik: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Utána a következő, a második boldog mondást néztük meg, amely így hangzik: boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Tegnap az ötös verssel foglalkoztunk, a Máté 5-ből, amely azt mondja: boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Mai napon a következő igazsággal, boldog mondással fogunk foglalkozni, amely így hangzik: boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Az igazság egy olyan dolog, amelyet éhezünk és szomjúhozhatunk, mert táplál bennünket. Tehát a Biblia szerint az igazság, ami lelkünket táplálja. És boldog az az ember, aki éhes és szomjas az igazságra. Miért? Mert a Biblia azt mondja a János levelében, hogy az igazság szabaddá tesz bennünket. Az igazság felszabadít minket. A sátánt úgy nevezi a Biblia, hogy ő a hazugságnak az atya. Mindig hazudik nekünk, és a hazugság megköt minket. A hazugság félrevezet, a hazugság megtéveszt. És a hazugság eltérít bennünket egy helyes irányról. Az ördög folyamatosan hazudik. Hazudik Istenről, hazudik rólunk. Hazudik az életünkről, hazudik élethelyzetekről, és ha elhiszik az ő hazugságait, akkor csapdába kerülünk. Például folyamatosan azt hazudja Istenről, hogy ő nem jó Isten. Nagyon sokszor, amikor ő megkárosít bennünket, amikor valamilyen negatív esemény ér minket, azt rákeni Istenre, hogy ő egy kemény, ítélkező Isten, ami nem igaz. De ha azt gondoljuk Istenről, hogy ő kemény, ítélkező Isten, és elhisszük az ördögnek a hazugságait, az eltávolít a vele való kapcsolattól. Az megtöri az Istennel való kapcsolatot. És ha Istentől eltávolodunk, akkor eltávolodunk az élettől. Akkor kiszolgáltat bennünket mindenféle rossz dolognak. Hazudik az ördög rólunk. Hazudik arról, akik vagyunk. Hazudik arról, hogy milyen értékesek vagyunk. Mindannyian hallottunk ilyen mondatokat, hogy nem fog sikerülni, csúnya vagyok, értéktelen vagyok, szerencsétlen vagyok, ez se sikerült, erre se vagyok jó. Hazudik rólunk, hazudik a jövőnkről, hazudik az élethelyzetünkről, hazudik arról, hogy miért történt a mi életünkben. Az igazság az, amely a Róma 8.28-ban van megírva, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra van. Ha így fogadjuk az életünk eseményeit, hogy ebből Isten jót hozhat ki számunkra, és ez az igazság, akkor bármilyen nehézségben is vagyunk, hittel, reménységgel tudunk szembenézni az aktuális problémával, mert tudjuk, hogy Isten jót hoz ki belőle a mi számunkra. De ha elhiszük a hazugságot, hogy Isten bánt minket, hogy Isten rosszat akar nekünk, hogy ő kemény követelőző, akkor bekerülünk az ördögnek a csapdájába. Tehát a Biblia azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Mert az igazság felszabadít bennünket a gonosz hazugsága alól. Talán ez egy jó gondolat lehet, vagy egy jó tanács lehet, hogy megálljunk egy kicsit, és elgondolkodjunk arról, hogy mit gondolunk Istenről, kicsodai valójában. Mit gondolunk magunkról? Kik vagyunk? Mi az élet célunk? Mi a mi jövőnk? Miben kerestük eddig a boldogságot? Vajon igaz, amit hittünk? Milyen vezérelvek és irányelvek és alapelvek vezetik a mi életünket? Vajon az igaz? És azt mondja a Biblia, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, akik minden nap úgy kelnek fel, hogy Istenem, vajon amit én gondoltam, vagy amit hallottam, vagy amit elfogadtam, az igaz? Mert nem akarom elfogadni azt igazságként, ami amúgy nem igaz, hanem hazugság. Aki szomjúhoz az igazságot, azt Isten meg fogja elégíteni. Az igazság felszabadít, örömteliek, reményteljesek leszünk. Ezzel a reménységgel, reménysugárral és hittel a szívünkben éljük a mindennapjainkat boldogan, mert Isten jó, jó tervezett számunkra, és ha szomjúhozzuk az igazságot, az igazság meg fogja mi szívünket, lelkünket elégítetni, és boldog emberek leszünk. Ezt a boldogságot kívánom mindannyiuknak. Isten áldja meg önöket, holnap találkozunk, viszontlátásra!